most az a jó, hogy csak egy lépés kéne, kell egy szó a film elejére, és dúdoljuk majd együtt titokban. A hajnalt tűzzük el kócosan, szép harmóniában. Egy szó, mint száz, és nem találsz, tudom, hogy erre vágysz. Egy szó, mint száz, és nem találsz, egy szó, mint száz, és újra látsz, tudom, hogy erre vágysz. Egy szó, mint száz, és újra látsz. Egy szó, csillog a lámpa fény, két kezünk összeér, yeah. Végtelen most a tér, látod, minden él, olyan közel a cél. Egy szó, mint száz, és rám találsz. Egy szó, mint száz, és rám találsz. Egy szó, mint száz, és újra látsz. Egy szó, mint száz, és újra látsz. Tudom, hogy erre vágysz. Egy szó, mint száz. Köszönjük szépen az élő zenéjét Eszes Vikinek és Jelasics Péternek. Egy szó, mint száz. Dal, 2018, szombat, harmadik válogató, és ti ott lesztek. Izgultok már? Na jó, ne, hagyjuk ezt a kérdést, nem izgultok, mert ilyenkor már csak egy ilyen pozitív druknak kell lenni az emberben. Viszont, hogyha arra gondolok, hogy 2014-ben kezdődött a közös munka, akkor elég sok minden van már a hátatok mögött. Gimes együttesben szaxofonosztál, Péter, Viki, te meg énekeltél, vokalista voltál. Kinek volt az ötlete a közös munka? Hát én kerestem meg a Vikit azzal, hogy mi lenne, hogyha popdalokat csinálnánk. Egyébként visszakanyarodva, hogy izgulunk-e vagy sem, hát pont a hétfőn én a hangbeálláson kicsit megnyugodtam a televízió épületébe, mert az egész addig olyan megfoghatatlan volt, hogy ez egy verseny, viszont amikor ott álltam a színpadon, akkor kicsit megnyugodtam, hogy ez egy fellépés lesz tulajdonképpen, és olyan ismerős volt az egész szitu, úgyhogy szerintem majd ott a helyszínen persze megint el fog kapni a lámpaláz, vagy a druk szerintem, mert mégiscsak egy nagyon fontos versenyről van szó, de én kicsit megnyugodtam, hogy aztán hétvégén megint kicsit izguljak. Nem, mert ki akartam kerülni végig ezt az izgulós kérdést, mert mindig megkérdezik, hogy izgultok már, de valójában tényleg ezen múlik, hogy valaki ilyen kompetitív alkat, nem tudom, Viki, te versenynek fogod fel ezt a dolgot? Nem, semmiképpen sem versenynek, hanem egy jó lehetőségnek, de most már nem tudom, hogy fogok-e izgulni, biztos, hogy fogok. Tavaly nagyon izgultam, most azt érzem, hogy talán maga biztosabban fogok odaállni. Na ez az, hogy tavaly ugye említetted, hogy nagyon izgultál, hiszen ez neked nem az első alkalom, a Couple formációval is volt, meg korábban a backgrounddal. Ez a tapasztalat, ez segít téged a 2018-as dalban? Hát hátráltatni nem hiszem, hogy hátráltat, de van valamilyen plusz, amit hozzá tud adni a mostani szombathoz akár? Ismerem az épületet, nem tudom. Igazából... Nem tévedsz el, nem azért lesz, aki kísérni. Nem tudom, mert mindig egy másik dallal mentünk, ezért mindig más érzések voltam benne, meg ugye más emberekkel voltam, de szerintem mindenféleképpen könnyebb lesz már így, hogy voltam többször. Egy szó, mint száz. Akárhány zenekarral, előadóval beszéltem itt a dal kapcsán, senki nem mondta, hogy kifejezetten erre a dalra írta a dal. Én ezt nem akarom elhinni, de aztán lehet, hogy így van. Ti melyik tábort erős? Csatlakoztok ehhez a népes táborhoz, vagy tényleg erre a dalra készült ez az egy szó, mint száz? Hát a dalok mindig születnek, amikor születnek, ezt nehéz befolyásolni. Az tény, hogy az őszi időszakban egy kicsit mindig mindenki gondol arra, hogy hát akkor most inkább nem publikálom a dalt, hanem beadom a pályázatra. Úgyhogy szerintem ez a szám is az őszi időszakban született, tehát adódott a lehetőség, hogy beadjuk, és megbeszéltük Vikivel, és beadtuk, és most már
itt vagyunk a dalban. Péter, azért hallgattam itt a hangolás pillanatait is, még közvetlenül a zenélés előtt. Hát azért ott a Take Five, ugye az egy klasszikus jazz standardnek, azért egy-két hangot ott elkaptam belőle. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy azért erősen és nyilvánvalóan nem véletlenül tetten érhető a jazzes elemek, tetten érhetőek a zenétekben. Ez gondolom koncepció volt, hogy azért ez így szólaljon meg. Hát ebben az akusztikus verzióban valóban Binder Norbi kiváló billentyűs kollégánkkal kiegészülve trió formációban játszottuk most el a dalt. Tulajdonképpen egy kis ízelítőt adtunk belőle. Ez a verzió, amit most hallottatok, ez az akusztikus verzióra hasonlít, ami majd az akusztikus versenybe fog szerepelni, és amit az Álmisz 80 rögzítettünk. Tehát szombat este a dal úgymond eredeti YouTube verziója, az elektrohangszerelés fog megszólalni, és az már nem tartalmaz jazzes elemeket. Oké, Viki mondta, hogy nem, semmiképp nem versenynek fogja fel a dolgot, de azért, amikor elindul valaki egy ilyen, hát nem tudok más szót használni, megmérettetésen, akkor azért elképzeli maga előtt, hogy mi lesz. Mi lesz az első válogatónál, aztán, hogy tovább, mi lesz utána az elődöntőben, hát ott áll a döntő színpadát. Tehát ti már ezt végigpörgettétek a fejetekben, ezt az egész forgatókönyvet? Vagy még nem foglalkoztok ezzel? Hát igazából végigpörgetni ugye addig lehet egyenlőre, hogy mi lenne, ha tovább jutnánk. Hát persze, igen. Persze, de kicsit babonás vagyok ebből a szempontból, úgyhogy még próbálok reálisan gondolkodni, de szeretnénk tovább jutni, és reméljük, hogy sikerülni is fog ez. Péter, erről neked mi a, mondhatnám, Eurovíziód? Nagyon jól mondta a Viki, mindig a következő feladatra, a következő lépcsőfokra koncentrálunk, tehát arra jelen pillanatban, hogy szombaton minél jobb legyen a show, úgyhogy majd szépen holnap az MTVA épületében le is próbáljuk annak rendje és módja szerint. Már ruhában. Ruhában. Akkor minden nap szinte megyünk az MTVA-ban, nem is tudom, hogy mi lesz, hogyha... Hát akkor nagyon remélem, hogy találkozunk szombaton, és a dal kulisszában is beszélgethetünk majd, mert akkor az azt jelenti, hogy tovább jutottatok. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük. És élőben játszottatok nekünk.